A 65 év felettieknek jövőre már nem kell kommunális adót fizetniük Dombóváron, erről még november végén hozott határozatot a képviselőtestület, most pedig az átmeneti egyszeri támogatás mértékét emelték meg 10%-kal úgy, hogy közben egyszerűsítették az igénylést. Az eddig 2x5, 2x4 ezer forintot jelentett, azaz 18 000 forintot, és négyszer kellett lehetett igényelni. Úgy gondoltuk, hogy csökkentjük az adminisztrációs tereket, évente kétszer lehet igényelni, de hogy az adminisztrációs terekben megtörténő csökkenés, ami nyilván a humán erőforrás oldalról jelentkezik, megteremtette a lehetőségét, hogy a 18 000 forintról 20 000-re emeltük ennek a támogatásnak az összegét. A bérek a városi alkalmazottaknál nem emelkednek jövőre, viszont nem is csökkennek, amit Pintér Szilárd polgármester mindenképpen örömtelinek tart. Többletforráshoz jut az önkormányzatunk, és már a mai ülésen döntöttünk, hogy ezt továbbra is a kollégáink jövedelmére felhasználásra fogjuk biztosítani. Nyilván a törvény megvaron, tehát minimálbér emelkedni fog. Akinek eddig el volt érítve az illetmény alapja, azt 2020-ban is meg fogja kapni. Tehát még egyszer mondom, nem jó hír, emelni nem tudtunk, de senkinek nem fog csökkenni a jövedelme 2020-ban sem. Az elmúlt két hónapban áttekintették a korábban felfüggesztett városi pályázatok, beruházások helyzetét. A polgármester azt mondja, valamennyi szereplővel tudtak beszélni, megegyeztek a közreműködő szervezetekkel és a kincstárral is mindenben, így a munka január 6-ától mindenhol újraindulhat. Kommunikációs témákban is döntött a testület, Dombóvár a jövőben bekerül a Kaposmenti újságba, amit majd a Dombóváron is eljuttatnak minden háztartásba, és marad a november óta hetente jelentkező Kaposmenti magazin is a Tolnatáj televízió műsorán.